újabb mesekönyve jelent meg dr. Fóris Ferenc Irita egyetemi oktatónak, aki a valós életből inspirálva írja szövegeit, egy több gyermekes család mindennapjainak történeteit, más-más családtag szemszögéből láthatva ezeket a történéseket. A legutóbbi könyv címe Mi lenne, ha? Tulajdonképpen folytatása a két korábbi kötetnek, a Mondhatok-e valamit, meg a Bezzeg című könyveknek. Mindháromról beszélgetünk a továbbiakban a szerzővel. Szervusz Rita, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlott olvasmány, és itt mondanám is, hogy mit írt Orbán Gyöngyi recenziójában, aki olvasható és olvasandó irodalomnak nevezi a te írásaidat. Kire gondolsz, amikor írod őket? Hát mindenkire talán. Tehát, hogyha már szóba hoztad ezt, hogy valakinek a nézőpontjából íródik, úgy gondolom, hogy ha kötődöm egy picit az Orbán Gyöngyi gondolatához, hogy mindenkinek íródik, akkor az örök gyermeki nézőpontot szeretném ebben megragadni. Nem is feltétlenül a nézőpontot, hanem azt a beszédmódot, azt az őszintességet, ahogyan a gyermek jelzi, akár nem nyelvi, akár nyelvi kommunikációval, nyelven innen és túl azokat a kérdéseket, amelyek őt egzisztenciálisan foglalkoztatják. Tehát, hogy földobtad nekem a labdát, azért mondom, hogy az általános gyermeki, de ténylegesen emögött mindig van valami pici valóságmozzanat, ami az én gyermekeimmel kapcsolatos élmény, vagy jó pofi történet, vagy humor, vagy tényleg drámai fordulat is lehet, hogyha a felnőtt hajlandó belehelyezkedni ebbe, hogy a gyermeki dolgok azért a gyerek számára drámaiak, lehetnek, mint egzisztenciális tapasztalat, és hogy az felnőttnek is jó, hogyha ebbe úgy őszintén bele tud helyezkedni. Az őszintesség, ez már az első könyvedben benne volt nagyon, amely viszont saját családregényed, azt is mondhatnám, ez a De anyu, ezt még nem említettem, de ez volt Ritának az első kötete. Tehát, hogy ebben is nagyon őszinte történetei voltak a saját családodnak. Na most ez egy picit kiterjedtebb család, itt négy gyerekes családról beszélünk a többi esetben. Itt a kollégák mondják, hogy nem sikerült még megmutatnunk a De anyut, ugye ez volt az első köteted. És akkor ez a következő három, ami sorozatnak tekinthető, ugye az első az nálad található éppen, ez igen, a Mondhatok-e valamit című könyv, igen. Az egy kisfiúnak a szemszögéből láttatja a család történéseit, a család mindennapjait, aztán a Bezzeg című második kötet, ez már egy talán nagyobb korú kislánynak, aki a négy testvér közül az egyik középső, és akkor itt van ez a Mi lenne, ha című harmadik kötet, ami többféle értelemben vetti föl ezt a kérdést, mi lenne, ha felnőtt lennék, mi lenne, ha lány lennék, ha fiú lennék, ha csecsemő lennék, ha nem lennék egyáltalán. Nagyon érdekes ez a gondolat is. Nagyon olyan jelentéktelennek tűnő mindennapi családi események, történései jelennek meg, vagy ezek a cselekmények egy-egy írásban, holott nagyon súlyos kérdések is megfogalmazódnak. Te itt elmondtad, hogy néha a gyereknek a gondolkodásában az ő saját drámája. És annak ellenére, hogy ez egyáltalán nem ilyen pedagógus látásmód, vagy kioktató akar lenni ez a könyv, de nagyon el tudja gondolkoztatni a szülőket. Mm-hmm. Jó, hát azt nem tagadhatom, hogy én neveléstudományokkal foglalkozom, de hogy nagyon óvatos próbáltam lenni, vagy nem is erre gondoltam a szövegek megírásakor, hanem inkább a tapasztalat megosztás volt a lényeg. Hogyha már említetted, hogy a három kötet, mint sorozat, ténylegesen az első, a Mondhatok-e valamit, az egy kisfiúnak az élet tapasztalatai, a Mondhatok-e valamit arról az igényünkről beszél, hogy mennyire szükségünk van nekünk felnőtteknek is, és akkor itt visszatérnék az őszintességre, meg erre a, hogy is mondjam, erre a tiszta világba való helyezkedésnek a képességére, mert hogy mi úgy idővel képmutatóak leszünk, meg fölveszünk egy csomó mellényt. Tehát, hogy ez a beszéd, ez az odafordulás, és akkor ez a kötet, meg a szövegeknek a sorozatában is ezt szeretné láttatni, hogy mennyire fontos az, hogy elmondhatóvá váljanak bizonyos dolgok, és hát épp ezért a
csecsemő, vagy a kisgyerek a címzet, akinek el lehet mondani, meg lehet osztani ezeket a tapasztalatokat őszintén, és hogy olyan bölcseleteket is lehet megosztani, amit a kicsi, aki még nem is beszél, meg hogy hát a nyelven inneni világon van, tehát hogy ez a testvéri odafordulás. Na most a bezzeg az egy picit úgy viszi tovább, hogy itt tényleg egy kislány beszélő van, de a bezzeg az a fajta felnőtté, de gyermeki vágyódás is, vagy ilyen ferde áttekintés a szomszéd kerítésén, hogy bezzeg másnak jobb. És hát itt is olyan pici, apró történetek vannak, amelyek mindennapiak, ahogyan te mondod, amiből kiderül, hogy hát bezzeg, igen, másnak jobb, de hogy végül ez elfogadható. Ezekről mondta, bocsáss meg, Orbán Gyöngyi azt, hogy az emberi állapot apró drámái, igen, hogy ez annyira igaz ezekre a történetekre. Igen, tehát Gyöngyi nagyon érzékenyen megfogta azt, hogy ezek apróságok, de hogyha hajlamosak vagyunk erre az emberi odafigyelésre felnőttként, és hogy nem legkicsinylően viszonyulunk ehhez a dolgokhoz, akkor ezekből a felnőtt is nagyon sokat tud tanulni olyan tényképpen, hogy lehet feloldani ezeket a drámákat, hogy lehet együtt lenni ezekben a helyzetekben, hogy lehet humorral elviselni, hogy lehet ezt a törékenységet, vagy a létnek való kiszolgáltatottságot, most nem akarok nagy szavakat mondani, de hogy nem kell lekicsinyelni ezeket a drámai helyzeteket, amit a gyerek megél, és amiről többnyire nem szoktunk beszélni. Tehát mondhatok-e valamit benne a félelemről, a halálról, fogalmazódnak meg ilyen mesei, politikai keretben kérdések. Tehát, hogy ezek mindannyiunknak a kényes kérdései. És ez a sokfajta kommunikáció, mert hogy ez a kisfiú fölteszi a kérdést sok mindenkinek, hogy mondhatok-e valamit. Ugye említetted, ott van a csecsemő kis testvére, aki hát úgy meghallgatja, úgymond neki végigmondhat bármit, mert ott van az a csecsemő, aki akár alszik, akár ébren van, neki ott őszintén kitárulja minden gondolatát. Igen, és hogy ne felejtsd el a kérdésedet, ebben az is fontos, hogy ez a nagy testvérnek az odafordulása, a tapasztalat megosztás, ami végül is nagyon fontos, hogy ez a történet, ez a hagyomány átadás nagyszülőktől, felnőttektől, kisgyerekektől, tehát hogy mindenféle síkon ide-oda megtörténjék. Igen, itt még azt akartam mondani, hogy ő meg gyerekként, ugye, amikor a szüleinek teszi fel ezt a kérdést, vagy egy felnőttnek, akinek legtöbb esetben nincs ideje most éppen odafigyelni, hogy ez mit vált ki a gyerekben, és nagyon tetszett nekem a könyvben a gyerek és dédmama közötti kapcsolat, mert hogy tőle nagyon sokat tanul a gyerek, és igazából onnan jön neki az a segítség is, amit a halállal való szembenézésben föl tud használni. Igen, tehát ezt már az előbb véletlenül beleszólva a te gondolatodba, mert nem akartam elfelejteni, fontosnak tartottam, hogy ezek a történetek megosztódjanak. Tehát azt, amit Dédi mesélt nekem, nekik, egyáltalán ez az élettapasztalatnak a bölcs megosztása egyfelől, de másfelől ez egy folyamat. Tehát olyan szempontból fontos, hogy nem vagyunk egyedül, hanem történetiségében együtt vagyunk Dédivel, aki már nem él, vagy hogy együtt leszünk majdani unokákkal. Tehát az embereknek ez az igénye, hogy az egymásra szorulás, meg hogy ez a fajta odafigyelés, hogy hogy az egyedül létet vagy a magány pont ezt tudja feloldani, hogy mi egy történet, egy közösség részei vagyunk, és hogy ezek a tapasztalatok nem tanítások valójában, hanem inkább ilyen kis életbölcseleteknek a megosztása. Hogy álltak össze? Vagyis egy-egy történet, ez úgy benned régről rögzült kis történések, vagy hogy amikor tudtad, mit szeretnél elmondani, akkor felidéztél egy családi történetet, ami úgy találó volt ahhoz. Igen, ez most lehet, hogy nem tudok erre pontosan válaszolni, de hogy valahonnan onnan indulnék el, hogy minden családban vannak ilyen történetek, fontos történetek, amit elmesélünk, tehát ez az orális áthagyományozódás, meg az a fajta jó együttlét, hogy
dédi vagy nagymama mesél. Tehát valójában ezek a kis történetek, ennek a történetmesélésnek a pici szösszenetei, és hát ezek valójában úgy születtek, hogy eszembe jut valamilyen emlék, vagy a gyerekek felidézik. Tehát, hogy a saját emlékeid. Igen, hogy a gyerekek felidézik azt, hogy dédi énekelt valamit, és akkor ennek mindig vannak ilyen emlék, hát, hogy is mondjam neked, ilyen emlékmagjai, és arra ráépül egy olyan történet, ami próbál úgy szólni, hogy mindenkinek szóljon. És szintén a gyerekeid segítsége által, illetve hogy a saját tapasztalataid által tudtál ilyen hitelesen belebújni, hol a kisfiú bőrébe, hol a kislánynak a gondolatvilágába? Igen, tehát, hogy valójában ez, hogy ők, vagy a történetek, vagy a valós tapasztalatok adják ezeket a fontosnak ítélt, vagy megírandó, vagy megfogandó, hogy meg kell fogni ezt, és meg kell őrizni. Most ez a gyermeki nézőpont, meg a gyermeki beszéd, tehát ez, hogy el akarom mondani, hogy folyik a szöveg, hogy fontos elmondanom, ez nem hinném, hogy nagyon tudatos lehet, hogy egy idő után már tudatos volt, de hogy pont ez volt az érdekes, hogy annyira fontos ezeket elmondani, hogy szinte kínálta magát, nem csak a gyermeki nézőpont, hanem ez a fajta kiömlő beszédmód, hogy mondom, eszembe jut valami más, és akkor ezt el kell mondani, mert hogy ez fontos. És hogy kiderült, hogy utólag ez a fajta belehelyezkedés ebbe a gyermeki beszédmódba, ez úgy jót tett a szövegeknek. Igen, mert nagyon sokszor egy egyszerű párbeszédből hámozódik ki nagyon sok minden. Nagyon érdekes a nyelvezete a könyvnek. Én új szavakkal is találkoztam. Egyébként nem csak az első kötetnek a nyelvezetéről beszélek, hanem úgy mindháromról elmondhatnám. Ott van például a pucokágy, nekem most ez jutott eszembe. Mondjuk el, nem tudom, másoknak is új lehet? Nem tudom, valaki, tehát valahol talán Szilágy megyében mondták, hogy ez picikágy, vagy valami hasonló, de hogy a pucok az valami sarok, valami védett hely. Tehát nagyanyám mindig pucokágynak nevezte, és, de hogy benne van, hogy valahol egy védett a kályha mellett, ahol össze lehet bújni, tehát maga az ágy, mint az együttlét, vagy az összebújásnak a lehetősége. Most szerintem az, hogy vannak benne ilyen nyelvi lelemények, az megint attól van, amit én a gyerekeimtől, meg a gyerekektől tanulunk, az a csoda, ahogyan ők birtokba veszik a nyelvet, ahogyan félreértenek dolgokat, vagy ahogy megmagyaráznak. Saját maguknak dolgokat, engedd meg, mert itt felírtam itt is egy példát, hogy amikor az anya arra kéri a gyerekeket, hogy vendégük érkezik, és akkor tisztességesen viselkedjenek, hogy a saját magának úgy fordítja le a gyerek, hogy akkor ez most képmutatás anya kedvéért. Nagyon érdekes humora is van a könyvben. Tehát, hogy ez megint arról szól, hogy az őszintesség, tehát, hogy tényleg ilyen gyarlók vagyunk, hogy örülünk a vendégnek még akkor is, hogyha időnként nem örülünk annyira. És ezt a gyerek így nagyon őszintén és saját magának így elraktározza, hogy ez van. Igen, tehát ő valamilyen formában partner ebben, de ugyanakkor a gyerek nagyon érzi, hogy mi az, ami nem korrekt, vagy ami képmutatás. Tehát a felnőtt, most lehet, hogy ez pedagógia megint, hogy az iskola, ez nagyon jól megtanít minket arra, hogy képmutatókká váljunk, meg hogy hozza az élet, hogy mellényeink vannak, meg viselkedni kell, meg egyebek, de hogy ez egy ámulatos történet, vagy dolog, hogy a gyerekek ezt hogyan érzik is egyfelől, meg ez a nagyon finom megbocsátó gesztus, hogy tudom, de hogy azért most akkor mégis segítek rajtad ebben a dologban. Alig másfél Igen. percünk van Jó. még hátra, és szeretném, hogyha mondanánk valamit az illusztrációkról is, illetve az Igen. illusztrátor Pápai Barna. Igen. Mindhárom kötetedet ő illusztrálta, mondjál róla két szót kérlek. Ja, hát Barnával mi nagyon együtt lélegzünk, ahány kötet megszületik, minél inkább úgy érezzük, hogy most ez a legjobb. Ez egy csapda, mert akkor, hogyha sorozatban gondolkodunk, nem tudom, hogy mit tudunk kihozni a következőkben. A lényeg az, hogy Barna nagyon beleéli magát ebbe a szövegvilágba, de hogy azt találom én
izgalmasnak ezekben a kötetekben, hogy nem alárendeltje a képvilág a szövegnek, hanem valójában együtt beszélnek, együtt igen. lélegeznek, és a két médium, vagy most mondjam, hogy emögött a két ember, Pápai Barna meg a szövegíróként én, úgy nagyon jól megtaláltuk egymást, és ez külön élvezet, amikor elküldi a rajzokat, meg beszélünk erről, hogy milyen apró csodák vannak benne. Lehet, hogy az olvasó nem is látja, hogy egy-egy rajzon micsoda kis titkok vannak elrejtve. Rita, lejárt az időnk, és nagyon sajnálom, hogy nem tudunk felolvasni a részletet, mert erre készültünk ugyan, hogy maradt belőle idő, de én azt ajánlom mindenkinek, hogy tegyen szert a könyvekre, nézzen utána, és olvasson bele, mert biztos kedvet kap hozzá, hogy a következőket is majd megszerezze. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további jó munkát kívánok neked.